helyi általános iskolás diákok színpadi pásztorjátékával kezdődött meg hivatalosan is Szekszárd leghosszabb egybefüggő rendezvény sorozata, a Szekszárdi Advent. 3, 2, 1! A műsort aztán a város polgármesterének köszöntője, majd a Béla Király téren felállított karácsonyfa fényeinek meggyújtása követte. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt mondta, a több mint 3 héten át tartó adventi programsorozattal elsősorban a gyermekes családoknak akarnak tartalmas időtöltési lehetőséget kínálni. Ez a programszervezésnek a célja, amit ebben a 3 hétben idehoztunk a város központjából, az önkormányzat, a Babics Kulturális Központ közösen, hogy a családok évéhez való kapcsolódás jegyében olyan eseményeket hozzunk ide, amikor elsősorban a család valamennyi tagja ebben a felemelő időszakban egy kicsit lelassítva a mindennapok rohanását, jobban oda tud figyelni magára, oda tudnak figyelni egymásra. A gyerekek a legjobban a téren felállított szalmalabirintust és a népi játszóház mászókáit élvezték. Csak pár perce jöttünk, úgyhogy sok mindent még nem próbáltak ki a lányok, de a szalmát az elsősorban az volt az elsődleges hely, ahol játszottak. Most pedig még felfedezik a játékokat. A következő hetekben, ugyanúgy, mint tavaly, idén is rengeteg program várja majd a Béla Király térre és a helyi Babits Mihály Kulturális Központba ellátogatókat. Hétköznaponként és hétvégente a helyi civil szervezetek és vendégfellépők tartanak kulturális és jótékonysági rendezvényeket. Az adventi vásárban pedig a városban élő iparművészek és kézművesek várják a vendégeket.